Tamás, milyen hajat álmodtál meg ma modellünknek? Mi volt az elképzelésed? Alexa, amikor ma megérkezett, akkor egy olyan lányt láttam magam előtt, akinek olyan úgy a hajával úgy nincs semmi kezdve. Semmilyen vonala nem volt, össze volt növesztve az egész, és én arra gondoltam, hogy ezt mindenképpen valahogy korrigálni szeretném. Megbeszéltük azt, hogy nyugodtan lehet vágni a hajából, tehát nem félti a haját. Egy kicsit ilyen szögletes formájú arca van, és ehhez mindenképpen egy picit beszerettem volna lágyítani. Ezt a frizurát úgy hívják, amit levágtam neki, hogy egy ilyen hosszú bob, egy enyhe átmenettel az arcélét sokkal finomabbá teszi, és ezekkel a tincsekkel, amiket vágtam még a tetejébe, egy picit olyan ziláltnak fog tűnni a haja. Megint ombréztunk, de hát ez természetesen óriási divat, és nagyon-nagyon kiemeli az ő arc karakterén. Tehát ez nem egy öncélú ombre lett, hanem ez tényleg nagyon-nagyon fontos az arcához. Tehát az ombrén kívül modellünk haja fog kapni egy-két fotó erejéig egy erőteljesebb ilyen színbehúzást is. Mi ez? Hogy tudjuk ezt megcsinálni, illetve milyen alkalmakra javaslod ezt? Vannak olyan lányok, akik azért nem akarják megfestetni ilyenre a hajukat, viszont látják, hogy ez óriási divat, úgyhogy erre kitaláltak egy ilyen nagyon jó pofa púdert, és ezt a hajpúdert csak így végig kell a hajadon húzni, a modellünknek is ezzel át fogjuk húzni a haját, le kell lakkozni előtte is, utána is, és akkor egészen megtartja a színét jó sokáig, több napig is rajta van. Sokféle színben van, úgyhogy ez azért jó pofa, hogy csak a szőke alapot kell hozzá megcsináltatni, és utána bármilyen színű lehet. Milyen alkalmakra ajánlod ezt, vagy kiknek ajánlod ezt mondjuk? Hát én azt gondolom, hogy a Joy olvasóinak ajánlom, mert ez a korosztály, aki olvassa a Joy-t, annak a legfontosabb, hogy minél jobban felhívja magára a figyelmet. Get down, get up, get up, get down, get up.